Korábban a vidéki járásbíróságok és a Nyíregyházi járási bíróság is a saját illetékességi területükön intézte a szabálysértésekkel kapcsolatos bíróság eliállításos ügyeket. A törvényszék elnöke szerint ez sok esetben szétszórt és hosszadalmas ügyintézést eredményezett. Február 1 a bíróság állításos eljárásokban kizárólag a Nyíregyházi járásbíróság illetékes. Nagy számú ügy érkezik a megye területén ilyen nemperes peres ügyintézésként. Ugyanakkor az egységes döntési gyakorlat kialakítása, illetőleg az eljárások gyorsítása időszerűvé tétele, valamint a minőségi munka, szakmai munka biztosítása, amely Törvényszéki elnökként feladatom is, illetve elvárása dolgozók felé is, ez indokolta ezt a központosítást. Elsősorban azok az ügyek tartoznak ebbe a körbe, ahol szabálysértési őrizetbevétel történik. Például a lopások, de egyes közlekedési szabálysértések is ide sorolhatók. A központosítás értelmében a vidéki járásbíróságoktól ütemezetten veszik át az ügyintézést folyamatosan ütemezve április 30-ától november 30-ával bezáróan kezdjük úgy, hogy az átváltoztatás, tehát az elzárásra átváltoztatásos szabásét és ügyeket a Fehérgyarmati Járásbírósággal kezdve, ahol az elmúlt évi adatok alapján viszonyítva a többiekhez képest a legkevesebb ilyen ügy volt, és zárul ez a fajta központosítás a Nyírbátori Járásbírósággal, ahonnan november 30 ig tervezzük az elzárásra átváltoztatásos ügyek központosítását, tehát a Nyíregyházi Járásbíróságon történő ügyintézést. A központosított rendszer hatékony működését segíti az az informatikai alkalmazás is, amelyet a Budapest környéki törvényszék fejlesztett. Ki, és amely már nyíregyházán is működik. A szoftver használatával csökkenteni tudják az ügyekre fordított időt, és növelni tudják a befejezett ügyek számát.